Sziasztok, Heffler Dániel vagyok az Art Kingdom Tánciskolából. Hogyan zajlott a felkészülés? Nehéz volt, illetve voltak nehézségek? Hát inkább csak az én csapatomat mondanám a Side Effectben. Most idén először az történt, hogy azt mondtam a fiúknak, hogy hagyjuk azt, amit mindig csinálunk, ami egyfajta megfelelés az itt lévő közegnek, hip-hopos dolgok. És mondom, hagyd csináljam azt, ami én vagyok egyszer így lett belül, megmutatjuk. Aztán reméljük, hogy lesz egy jó pár emberre olyan hatással, hogy valamivel így többnek éreznek majd minket, tudod. Szóval a Side Effect-tel az ilyen nagyon más volt most. Igazából 7 darab próbánk volt, és egy hónapja kezdtük el, és eléggé nehezen érünk rá, mivel mindenki tanít, már dolgozik, stb. Szóval... Hogyan motiválod őket, illetve most mondtad, hogy sok a dolga mindenkinek, de mégis valahogy összetartod a csapatot? Igen, ez egy jó kérdés, mert azért nehéz egy fiúcsapatot összetartani, de szerintem nem kell őket annyira, vagy inkább azzal motiválom őket, hogy példát mutatok nekik, ahogyan én csinálom, ahogy én küzdök vele, meg... Ja, és akkor szerintem ez így hajtja őket arra, hogy ők is. Úgyhogy annyira őket nem kell így szóban motiválni, hanem elég példát mutatni nekik. Kíváncsian várjuk a produkciókat. Még egy kérdés, most tartottál workshopot, hogy érezted magad, illetve milyen élményekben gazdagodtál? Én nagyon élveztem, és nagyon örülök neki, hogy a táncosok is rengeteg energiát adtak vissza. Féltem egy kicsit, hogy egy kicsit csöndös lesz az óra, de hála égnek, nagyon pörgött. És azóta is jönnek oda hozzám. Jönnek gratulálni, és imádják, szóval a legjobb érzés ez. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a versenyre!